Akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén. Most ugye február van, hát én a kedves hallgatóságot 3 júniusi nyári moszkvai napba szeretném elkalauzolni a divat világában. Az évszám 1959, a vendégeink pedig Dior modellek lesznek. 1959. június 15-én egy nagyon különös napra ébredhettek a moszkvai járókelők, ugyanis a szovjet főváros macskakövein és betontéglein különös és csodaszép öltözetű manökenek jelentek meg, és ejtették ámulatba. Ugye a helyi lakóközösséget, erről láthatunk most egy fényképet, de erről még a későbbiekben is lesz szó. Bármennyire is meglepetésként érte a szovjet polgárokat ez a kis spontán akció, azért valamiről már lehetett tudomásuk, hiszen hetekkel korábban már Moszkva szerte megjelentek a nagy plakátok, amik hirdették a francúzskie múgyi Christian Dior érkezéséről szóló esemény, tehát ugye francia divat Christian Dior 1959-es plakátokat, vagyis a Diorház Moszkvába való látogatását. De hogy mit is tette ezt lehetővé? A Diorház látogatása elől a legnagyobb kő 1953. március 5-én gurult el tulajdonképpen, mégpedig Sztálin halálával. Sztálin halálával egy olyan politikai kataklizma játszódott le a keleti blokkon belül, ami ha gyökeres változásokat nem is, de változásokat hozott. Ugyanis részlegesen megváltoztak a hatalmi viszonyok. Itt most a több éven áttartó politikai csatározásokat, ugye Hruscsov győzelmét, ezt nem kívánom ecsetelni. Az viszont minden szovjet vezetőre, többek között Beriára is elmondható volt, hogy egyértelművé vált számukra, hogy szükséges bizonyos társadalmi szelepeket nyitni a lakosság számára, ugyanis ez a rendszer, itt most értve ez alatt a klasszikus sztálinizmus, nem fenntartható tovább a Szovjetunióban. Éppen ezért a cél egyfajta életszínvonal emelkedés lett, ide most például áremelés, béremelést, árcsökkentést, vagy akár bizonyos hát kulturális nyitást mind a nyugat felé, mind ugye belső szinten a korábban elhallgattatott szilenciumra ítélt kulturális személyek, például írók, filmesek esetében. És hát az egyik ilyen társadalmi szelepnek a divat is vált, amivel viszont a fogyasztói magatartást is lehetett ösztönözni, ugye a ruhavásárlással együtt. Az azonban nagyon fontos, és itt kell érteni, hogy a részlegesen változtak a hatalmi viszonyok, hogy az állam továbbra is kontrollat kívánta tartani ezeket a folyamatokat, tehát a nyugathoz hasonlóan ugye itt sem tudott megvalósulni maradéktalanul a divatnak a megjelenése. Viszont megkezdődött a divatnak a legitimálása, hogy ezt az 1954-es központi bizottságban elhangzott idézeten is olvasható. Tehát a dolgozó emberek meg akarják szerezni a ruhákat és a cipőket, melyek a legutóbbi divat szerintiek is szép színűek, és melyek megfelelnek a szezonnak és a divatnak. És ez jó dolog. Tehát most már a szovjet legfelső pártfunkcionárisok is elfogadták azt, hogy a divat egy igenis létező jelenség, és ugye hát a sztálini évekre jellemző konfekcióipar, illetve a különböző kolhozokban, üzemekben tartott divatbemutatókon túl is hát létezik egyfajta magasabb szintű divat, ami azért a társadalom ízlésének, a társadalom hát lelkivilágának is jobban megfelel, és hát ezt támogatni kell. A Russzisztikai Központban nagyon jó kocsmakvízeket szoktak tartani, és hát annak egy kiváló hárompontos kérdése is lehetne, hogy az 1950-es években vajon melyik szovjet politikus volt az, aki támogatta a divatnak a fellendülését. Ez pedig nem volt más, mint az örmény származású Anasztas Ivanovics Mikoyan. Ugye Mikoyannak, ahogy lehet olvasni, a korszak egyik nagy politikai túlélője volt, tehát még Lenin halála előtt bekerült a központi bizottságba, és hát gyakorlatilag a Sztálin legsötétebb évektől kezdve a második világháborún át, Hruscsovig és egészen Brezsnyevig bezárólag mindenkit túlélt, úgymond ezen a politikai palettán. Elsősorban az ő profiljának a könnyű ipart, illetve a kereskedelmet lehetett tekinteni. Ugye számos alkalommal volt a Szovjetunió népbiztosa, majd a háború után ugye minisztere, de ugyanúgy a közellátásért és az élelmiszerellátásért is felelt, és hát ő nagyon tisztában volt azzal, hogy a szovjet ruhaipar milyen állapotban van, és hogy mit lehet ezek közül, a törekvések közül, tehát az életszínvonal növekedés felől megvalósítani. Mikoyan nagyon tevékeny szerepet játszott a szovjet divat intézményesülésében. A szovjet divat intézet struktúráját ismertetni most igen bonyolult lenne, én ettől eltekintenék. A zárójelben lévő ODMO, ez a divatintézetek összuniója, leánykori nevén a moszkvai divatintézet, még óvodáskori nevén pedig a mintadarabok háza, ugye a 30-as évekből, ezt tették meg a szovjet divat fejének. Úgymond, és hát ez lett a szovjet hát elit divat, ugye az haute couture divatnak az egyik fellegvára, de ugyanúgy szerepet játszott Mikoyan a gum és a cumáruházak egyrészt újranyitásában az 50-es években, 53-tól kezdődően, másrészt pedig a ruházati osztályoknak a megteremtésében, és ő szorgalmazta, hogy igenis történjen meg a kapcsolatfelvétel a nyugati világgal, amivel hát gyakorlatilag 1920-as évek eleje óta megszakadtak a tényleges szovjet kapcsolatok.
De mit is jelentett ez a kapcsolatfelvétel Párizzsal, hiszen mondani se kell, hogy Párizs volt ekkoriban a divat világ fővárosa. 1956-ban Lidia Averjanovának, a Gumáruház egyik fiatal tervezőinek a vezetésével egy szovjet delegáció utazott Párizsba. Ugye ezt az ötletet maga személyesen Mikoyan vetette föl egyébként a szovjet legfelső pártkörökben, és az összesen 20 főből álló bizottság utazhatott ki a francia fővárosba. Ezek jó részt fiatal szovjet tervezőkből, illetve ruhaipari szakemberekből álltak. A túra elsődleges célja az volt, hogy tájékozódjon a szovjet bizottság a nyugati haute couture házak kínálatáról. Az haute couture divaton egyébként a legfelsőbb, hát egy ilyen magas szintű divatot kell érteni. Ugye, hogy a képen is egy Chanel estéjét látható, tehát ez a nagyon exkluzív, nagyon minőség anyagból, de mindössze néhány darabos példányszámban rendkívül drágán és hát oszadalmas procedúra során készült ruhákat kell érteni. Ugye mik is voltak a potenciális lehetőségek 1956-ban? Ugye itt felsoroltam több nevet, szerintem ez sokak számára ismerős is lehet, ugye Coco Chanel, Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Pierre Balmain vagy Hubert de Givenchy neve azért sokak számára mond is valamit. Ami magyar divattörténeti vonatkozásból azért meg kell említeni, hogy Rothschild Klárának például Hubert de Givenchy volt a személyes jó barátja, és hát vele vette föl leginkább ugye ezt a kapcsolatot. A szovjetek 1956-ban végül néhány hét után hazautaztak, és hát jövő esztendőre megszületett a döntés. 1957-ben a szovjet delegáció már a Dior házhoz utazott ki, és megtörtént a hivatalos kapcsolatfelvétel, a vizitáció, illetve már ekkor megkezdődtek a tárgyalások egy esetleges moszkvai látogatásról. Hogy ugye kicsit a divat világából is mutassa képeket, hogy 1957. évi Dior kollekciót láthatjuk. Ugyanez, és hát jobb oldalon pedig ugye a gumáruház egyik kirakatát. Tehát a szovjet haute couture-nek úgymond a gumáruház volt az egyik ilyen bemutató terméke, és hát bár ez alatt az egy próbaba alapján azért nem érdemes tipizálni a szovjet divatot sem, de azért láthatóak, hogy Diorhoz képest ugye jóval egyszerűbb minták és szabások figyeltek meg a ruhán, de ugyanezt el tudom mondani a következő, a Moszkvai Divatintézet 1956-os kollekciójáról is, tehát ez sokkal úgymond letisztultabb, egyszerű vonalakat lehet megfigyelni a hölgyeken. És még valami, ami Dior mellett szólt, még egy ér, ugye ez az ízlés. Hát azért a szovjet divatnak egy sajátossága volt, hogy tehát ideológiai szinten is meg kellett ezt konstruálni, hogy miért lehet elfogadni Christian Diornak a művészetét, és hát ez pedig az ízlés lett, ugyanis a szovjet hát pártkörökben ideológusok megalkották az úgynevezett Magyarországon csak a szocialista jó ízlésként definiált fogalmat, ugye a Szovjetunióban ez a szovjetski stíl, szovjet stílus volt, ami főleg az egyszerűségen, a célszerűségen és a mértéktartáson, illetve az ízlésen, a kúszon alapult. És ez maga Dior is egyfajta azért egy visszafogott tab vonalat, tehát ő nem ez a 60-as években, például André Courrèges lesz majd, aki nagyon híres ilyen extravagáns öltözeteiről lesz ismert, tehát Dior azért alapvetően egy visszafogottabb vonalat képviselt, bár ez nem azt jelentette, hogy nem újított sok esetben, de ehhez úgymond tudott igazodni maga a szovjet divat, és hát ez elfogadottá tette őt Moszkvában és az Unió számos tagállamában. Végül 1959-ben megvalósult ez az utazás. Június 12-én szállt le az Air France repülőgépe Yves Saint Laurent vezetésével a moszkvai Seremetyevo repülőtéren, mármint a repülőgépet természetesen nem maga Yves Saint Laurent vezette, hanem a Dior delegációt, ami összesen 12 manökennel és 120 bőrönnyi ruhával érkezett Moszkvába, és ez kiegészítette még több mint 500 liternyi parfüm, ugye természetesen a Dior ház reklámjaként. Ugye Moszkvában hatalmas érdeklődés övezte, itt egy hivatalos plakátot láthatunk 1959 nyaráról, amit a szovjet fővárost díszítette heteken keresztül. Az esemény két helyszínen zajlott, egyrészt a moszkvai sportcsapat a Krilje Szovetov sportcsarnokában, ahol három nap alatt 10 bemutatót tartottak. Ugye eredetileg, mint írtam, több mint 30 ezer darab jegyre lett volna igény, végül 12 ezer szerencsés kiválasztott vehetett részt rajta, és hát természetesen szelektálták a résztvevőket, ugyanis leginkább a ruhaipar, illetve a textilipar képviselői tekintették meg ezeket az előadásokat. Ugyanakkor hát a zárt kapuk mögött a Kreml dísztermében is tartottak exkluzív divat bemutatót a pártelitnek, illetve hát a könnyűipar legfelsőbb döntéshozóinak. Ami nagyon érdekes, hogy egyrészt Hruscsov nem tekintette meg a divat bemutatót, tehát ő maga nem fogadta a divat delegációt. A helyette ugye Anasztas Mikoyan vett részt személyesen a divat bemutatón, és a aki mellé felkiáltó jelet tettem, az Rodion Malinovsky. Ugye Malinovsky neve ismerős lehet, hiszen a II. Világháború során ugye Budapest ostromát irányító szovjet marsa volt a II. Ukrán front élén. Jelenleg ekkor a Szovjetunió honvédelmi minisztere. Tehát arra én sehol nem találtam utalást a kutatásaim során, hogy ő vajon miért vett részt ezen a divat bemutatón, vagy hogy az ő szerepe az mit szimbolizáltott, vagy mit jelenthet. Mit jelenthetett egy divat bemutatón, ugye, hát úgymond keményvonalas katonatiszként minden esetre.
ő vett részt. Ugye néhány kép, ugye Sviatilishchem Szablazna, vagyis a kísértések szentélye, ugye az Ogonyok Szovjet lap, az csak egyszerűen így nevezte a Krie Szovjetom sportcsarnokban tartott divat bemutatókat, amiről egyébként a Pravda, illetve nyugaton a Life magazin is vezércikben számolt be, tehát ez a világ mind a két féltekén ugye jelentős eseménynek számított. Ugye a Vasfüggönyön túlra merészkedett egy nagy nyugati divatház. Ugye itt ismételten egy fényképet láthatunk, ez már a Diori féle mennyasszony kollekció bemutatása. Ugye hagyományosan mindig ezzel zárták a hotkotűr bemutatókat, ez Magyarországon Rothschild Klára esetében is például így volt. Ugye itt a 12 kiutazott Dior modellt láthatjuk a Vöröstéren. Nekik ugye külön exkluzív fotózást szerveztek a moszkvai nevezetességekben, a Kremlben, ugye a Vasili Blazsenyi székesegyház előtt. A Vasili Blazsenyi székesegyházzal láthatjuk ugye megint csak a Dior modelleket, a baloldali fényképen pedig már a Kreml dísztermében mutatott bemutatóról szóló fénykép. Ugye azt mondani is kell, hogy a Dior házzal külön hivatásos fényképészek utaztak, leginkább ugye a Life magazinból, és hát ők kommunikálhatták úgymond az eseményeket nyilvánosan. Ezekből a fényképekből egyébként a szovjet sajtó is közölt válogatást, illetve híradásokat. Tehát egy egészen spontán eseményre is sorra került 1959. június 15-16-án, amikor három francia modell Dior kosztümökben látogatást tett a moszkvai utcákon. Ugye el tudjuk képzelni, szerintem az idősebb hallgatók körében még ismerős lehet, hogy a 70-80-as években is, tehát hogy Moszkvában, hogyha kiutaztak, akkor azért az viszonylag ismeretlennek számított, hogy mint hogy manapság, hogy na, kijövök a szállodából, és akkor teszek egy nagy sétát. Tehát itt a leginkább szervezett túrákról lehetett beszélni, ugye nagyon ritka volt az ilyen önálló mozgástér, viszont itt egy teljesen spontán akciónak a szemtanúi lehettek, mind hát maguk a Dior modellek, illetve maguk a szovjet lakosok is. Ugye a Dior modellek Howard Szacsurek hivatásos fényképész társaságában tették meg ezt a körsétát, melynek során érintették a Vörösteret, a Gumáruházat, illetve a Gum melletti virágpiacot. És hát a szovjet lakosok nem kis csodálkozására. Ugye a fénykép szerintem nagyon beszédes, hogy tehát egyrészt láthatjuk hátsó profilból ugye magát a Dior modellt, ezzel az élénkvörös, nagyon jó szabású ruhával, mellette pedig ugye a szovjet asszonyságot az egyszerű, rövid, fehér ingel, és hát ezzel a szürkés, hosszú szoknyával, ami egyébként jellemezte az ekkori szovjet színvilágot öltözködésben, tehát egy jóval egyszerűbb ruházatban, egy kicsit egy ilyen, hát egy ilyen mosolygósan, kicsit egy ilyen visszafogott csodálattal nézi ugye a Dior modell, viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye ezek a Dior ruhák sem voltak nyugaton mindenki számára elérhetőek, tehát azért irgalmatlan összegeket kellett kiperkálni már az 50-es években is Párizsban. Mindenesetre a szovjet lakosok ekkor találkozhattak az nyugati, a nyugati otkotűrrel, és hát ennek az egyik ilyen jelképe volt, hogy a Gum melletti virágpiacon tett látogatás, itt éppen a moszkvai bábuskák és a dolgozó asszonyok gyűrűjében láthatjuk az egyik Dior modellt. Ugye azért is volt fontos az ő, hát úgymond spontán akció, hiszen ez óriási hatást tett személyesen ugye a szovjet asszonyok költözködésére, akik hát egyrészt a hiánygazdaság, másrészt pedig hát a kontroll alatt tartott információ miatt ugye önmaguktól is kénytelenek voltak inspirálódni, éppen ezért mondjuk az előző előadásban is hallott filmek is egy ilyen inspirációs forrásul szolgáltak, ugye a fényképek és a személyes megélés, tehát ugye a divatcsillagok, tehát a filmcsillagok maguk is egyfajta divat ikonnak számítottak. Maga az esemény egyébként nagyon jól sikerült, és hát jelentős szerepet játszott a divat legitimációjában majd 1950-60-as években a Szovjetunióban. Ugye a Diorházban még több alkalommal tette tiszteletét szovjet delegáció 1960-ban, majd 1963-ban is. Az előbbi során már Nikita Hruscsovnak is szerveztek személyesen divat bemutatót, aki éppen ekkor nemzetközi konferencián tartózkodott Párizsban. Mindenesetre az egy nagyon, hát egy ilyen záróakkorként egy nagyon érdekes momentum volt, hogy Yves Saint Laurent az emlékirataiban viszont alig tett említést erről a moszkvai látogatásról, tehát úgy tűnik, hogy számára ez kevésbé volt jelentős esemény ellentétben hát a szovjet vendéglátókkal. És hát én, hogy az időt sem húzom, én ennyit gondoltam. Egyrészt nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy lehetőséget kaptam ezen a konferencián, és szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket is. És hát a végén a felhasznált irodalom olvasható, szóval köszönöm szépen!